Pácienta Judit, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke elmondta, a rendezvény központi szerepet tölt be a csoport életében minden évben. Számunkra az egyik legfontosabb, vagyis legkiemelkedőbb nap minden évben az a sport és családi napunk, melyet úgy gondolom, hogy olyan szintű aktivitással ölel át az egész program, hogy körülbelül a tagjaink majdnem 80%-a szinte jelen tud lenni. Most is a mai nap folyamán közel 300 fővel rendeztük meg ezt a programot. A mai nap folyamán az egyik különlegessége amúgy a mai napunknak, hogy idén nem közösen főzünk két nagy üstben a családoknak, hanem meghirdettünk a családok között főzőversenyt. Mindegyik csapatnak ugyanaz az alapanyag áll rendelkezésre, de az, hogy ki hogy fűszerezi, azt rájuk bízzuk, és erre egy független zsűrit kértünk fel, akik majd bírálni fogják, és elmondhatom büszkén, hogy 10 csapat állt fel, akik ők eldöntötték, hogy akkor ők versenyeznek egymással. Persze ezt nem ilyen szigorúan kell érteni a versenyt, hanem teljesen baráti, jókedvel, beszélgetősen telik el a főzés közbe. A mai nap programja elsősorban a Tolnai Horgász Egyesület együttműködésével egy horgászversennyel indítottuk, és az eső ellenére a csapatok, vagyis hát a gyermekek ugyanúgy itt megjelentek 7:30-kor felbuzdulva, hogy már pedig ők horgászni fognak. Sokan még, egy 5-6-an még a kedvüket sem szegte a szakadó eső, és ugyanúgy kitartottak, de ez a versenyrész ez 1 órát tartott. Utána pedig tényleg annyira elerett az eső, hogy kénytelenek voltunk félbeszakítani, majd egy kis csúszással 10 órakor el tudtuk indítani a programunkat, megnyitottuk, felkértem Berta Zoltán alpolgármestert, hogy legyen szíves megnyitni a mai eseményünket, és utána elkezdtük ugye a futóversenyeket korcsoportonként, majd most a következő számunk egy sorverseny lesz, de folyamatosan a nap folyamán légvárak lesznek a gyermekeknek, aztán arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés, de jelen lesz egy rodeóbika is, amit kipróbálhatnak a gyermekek. Ez mellett lesz egy füstsátor a katasztrófavédelem által, amit kipróbálhatnak a gyermekek. A délután folyamán pedig egy kicsit kötetlenebb lesz, ott akár sárkányhajózhatnak is, készülünk a napzárásra pedig egy habpartival majd. Az egyesületünk úgy mondhatom, hogy igazán aktív, minden hónapban szinte van ugye programunk, és a havonta majdnem, hogy 2 programmal készülünk. Azonban most a következő, ez majd egy regionális találkozó a Roppai Völgybe, Kaposvár mellett lesz júliusban, aztán utána lesz a kenutúránk, ami 2 napos, majd Miskolcra fogunk menni az őszi találkozóra, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének őszi találkozójára, de készülünk majd az elsősök köszöntésére is szintén, úgyhogy úgy gondolom, hogy még szép idő vár ránk az idejében. Berta Zoltán alpolgármester is résztvevője volt az eseménynek, a bográcsok tartalmát is leellenőrizte. Hát tradicionálisan tartja meg a Tolnai Nagycsaládos Egyesület a Családi Sportnapját, ugye a város egyik legrégebbi civil szervezetéről beszélünk. Hát korábban a családommal vettem részt rajta, hiszen magam is nagycsaládos vagyok, és még gyermekeink kisebbek voltak, addig aktív tagjai voltunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekeket már fiatalkorukban is a sportra, a közösségi életre, a család egységére neveljünk, és egy ilyen családi nap teljes mértékben hozzájárul, ahhoz segíti azt, és az óriási segítséget fog majd a jövőben is jelenteni a családoknak, hogy egy ilyen millióben, ilyen légkörben nőhetnek fel a gyermekeik. A főzőverseny bátor résztvevője jó eredményben bízva kevergették pörköltjeiket. Hát remélem, hogy az első helyezett leszek, és vegyes pörköltet csinálok. Van benne marha, köröm, meg lapocka, csülök, és ennyi igazából. Meg a jó kedv. Babos Béláék 50 főre főztek. Sok éhes szájat készültek megetetni, és egy sajátos recepttel érkeztek. Van benne csont, illetve bőr, köröm, marhain. Különböző állatokból raktuk bele, úgy mondom, a dolgokat. Tehát marhából, disznóból, amit adtak hozzá. Mindig jó, hogy egy közös társaság. Ezt a pörköt is szereti. Az egyesület életében a sport és a családi nap az év legfontosabb rendezvénye. Szívügyüknek tekintik a mozgást, az egészséges életmódot és a családi összetartozást.